Nem volt ideális a felkészülése Majoros Bencének, aki az olimpia előtt a lengyelországi egyéni Európa-bajnokságot is kihagyta, így elmondása szerint nem a legjobb formában utazott Tokióba. Ettől függetlenül az volt a célja, hogy ne törjön meg az a fejlődési ív, amelyet az idei évben produkált. Az olimpiai bemutatkozás jól sikerült, mivel az algériai Buria ellen 4-0-as győzelemmel kezdte a tornát. A második fordulóban a dán Groot ellenállt asztalhoz a 24 éves játékos, és úgy kapott ki 4-1-re, hogy ellenfele három játszmát is 12-10-re nyert meg. Az első szetben, ugye ott nekem volt több szett labdám, ott én vezettem. Ugye a dán Schajznak az volt az első meccse. Hogyha azt a szettet sikerül megnyernem, azért pszichológiailag rajta is sokkal nagyobb a nyomás, és máshogy alakult volna. Azt az első szettet igen sajnálom, de igazából a lehető legjobb tudásom szerint cselekedtem, úgyhogy nincsen bennem ilyen szempontból hiányérzet. Azt tudom mondani, hogy sok tapasztalattal jöttem le arról a meccsről, meg erről az egész olimpiáról is, amit a következő versenyekben, vagy esetleg a következő olimpián majd fog tudni hasznosítani. A férfi egyesben nem született meglepetés, a kínai Malong megvédte Rióban szerzett címét. Mint Majoros Bence elmondta, annak ellenére, hogy korlátozások mellett nézők nélkül rendezik a játékokat, az olimpia különlegességét érzékelik a versenyzők. Fejben nagyon sokat dolgoztam azon, hogy ezt a nyomást tudja majd kezelni. És alapvetően jól is kezeltem, de az tény, hogy ilyen nyomást még én sem éreztem. Egyrészt a verseny súlya miatt is, másrészt az, hogy kicsit így elveszi az ember koncentrációját, az, hogy ott vagyunk bent az olimpiai faluban, világsztárok jönnek, mennek, egy csomó sport ugye egyszerre megy. Szóval picit így nehéz így fókuszban maradni, de az tény, igen, hogy ez egy nagyon különleges verseny. Bence a héten még pihen, a jövő hét elején viszont ismét elkezdi az edzéseket. Augusztus 15-től már Budapesten egy nemzetközi versenyen játszik az első számú magyar férfi asztali teniszező, aztán a hónap végén következik egy csapat Európa-bajnoki selejtező, majd siker esetén a kolozsvári Európa-bajnokság. Október elején pedig kezdődik a csapatbajnokság a francia első osztályban, ahol a Sárs csapatát erősíti a világranglista 60. helyén álló nyírbátori játékos.